Sziasztok! Valaki meséli a következő történetet. Utazik az apjával a kocsiban, és az apja panaszkodik. Sí, nézd csak meg ez a patak, milyen csúnya, tele van szemétel és minden mindenfélékel. A gyerek pedig kinéz az ablakból, és lát egy gyönyörű szép patakat, gyönyörű szép az egész tájkép. Hát látja, hogy az apja nagy, rossz kedvű, inkább nem beszél vele, hát mondjan a magáét is kész. Évekkel később, felnőtt kor, felnőtt korában ő vezet már, ő, ő saját maga vezeti a kocsit, és ugyanazon az úton ö, utazik. És mit lát, amit eddig nem tudott, hogy az út másik oldalon szintén volt, van pattak, és az a másik oldal tényleg szemét van is minden, jobb oldalon Szép, szép patak van, a bal oldalon egy csúnya. Hú, Húha, azt mondta, sajnálta, hogy itt csak így e, e, lemondott az apjáról, de rossz kedvő, pedig ha kinezed volna az ab, az, a, a, az apja ablakjából, akkor látod volna tényleg, hogy az apjának igaza van. A, het, a heti szakaszban, ami tegnap olvastunk, a Brésit, a Tóranak az eleje, a mondja a Tóra, e, Ve loj lajtöj, ve jöjsz, adom le, vádolja, eszelőj, ezerke, És mondta az öröke való Isten, nem jó, hogy az ember egyedül legyen. Alkatok segítőtárs vele szemben. Alkatok neki segítőtárs vele szemben. Ez mit jelent? Vagy vele szemben, vagy, vagy neki. Erre azt mondja a Talmud, és rási is idézi: Ha a férfi méltónak bizonyul, akkor az asszon segítőtársa lesz. Ha viszont nem bizonyul méltónak, akkor az asszon szembe helyezkedik vele, hogy megküzdjön vele. Ez a, a Talmudi magyarázat. Egy másik magyarázat van, hogy, hogy szó szerint kell ezt érteni. Teremtek neki segítőtárs vele szemben. Hogyan tud a feleség igazán segíteni a férjének, hogy vele szemben megy? Ami azt jelenti, nem az a feladata a társaknak, hogy amit az egyik mond, akkor a másik azt mondja, igen. Hanem az ember az ember a házastársatól kell készen állni azon, hogy kapjon tőle más véleményt, és akkor talán, Jobban fogja látni a világot. Képzelünk el, például, hogy a fér egyszer csak borzasztan, haragszik valakire, a feleség azt mondja, igen-igen, azt mondja a feleség, figyelj, nem teljesen így van másképpen lehet nézni, és akar rájön, hogy tényleg így van. Szóval az embernek mindig, az ember mindig készen kell, hogy álljon arra, hogy kinézni a másik ablakjából is. Nem csak a saját ablakából. Mert ha kinéz a másik ablakból is, akkor fogja kapni az igazi, igazi képet. Köszönöm szépen!